Wi-Fi Zone, ezt mutatja egy matrica az Odán, kipróbáltuk, működik, tényleg van rajta internet. Akinek az kell, hogy itt nézegesse az e-mailjeit, az megkapja ezt is. Itt egy opcionális esernyőtartó, ez egyébként az én esernyőm, ez nem széria felszerelés. Elő szélesülések vannak, ez egy széles vagy kettő sovány utasnak felel meg. Mozgásukban korlátozott állampolgárok számára. Itt van egy alacsony helyen elhelyezett leszállásjelző, jelzik is a matricák, hogy ezeket a helyeket nekik legyünk szívesek fenntartani. Ugyanúgy, ahogy a babakocsival vagy a kerekesszékkel érkezőknek ezt a területet biztonságjövvel be lehet csatolni, és az ő kényelmüket szolgálja az alacsony padlóhoz képest egy kihajtható rámpa, amivel a felszállást lehet megkönnyíteni. Következik egy izgalmas rész, ami csak a csuklós buszokon található meg Pécsen, és ez a csukló. Ez villamosokat idéz, van benne egy fix kapaszkodó, de az összes többi rész, ez a harmonikaszerű borítás, ez kifejezetten olyan, mintha villamosokon lenne, nagyon szép, fényes alumínium padlóval van borítva. Érdekesség, hogy a motortér nagy része be van dobozolva itt, mint egy kaptár, kellemes meleg a tapintásra, tehát hogyha hűvös időben valaki esetleg kicsit szeretne felengedni, akkor az így nekidől, és a hátát átmelengeti egy kicsit a busz. Nekem tetszik. Kényelmesnek kényelmes, jól ki lehet látni, egyelőre még nem ráz, nem zötyög. Amit látok, hogy talán kicsit kevesebb az ülőhely, de ez nem biztos, tehát nagyon még nem néztem meg. Azt tetszik, hogy alacsony padlózatú, tehát hogy mondjuk mozgáskorlátozottak is fel tudnak szállni. Talán annyi nem tetszik, hogy mintha olyan kevés hely lenne. Nem tudom, ez magyar gyártmány? Szerintem fontos az, hogy a hazai cégeket támogassuk inkább. Én szerintem inkább, hogy olcsó és jól beszerezhető legyen. Rajtunk is múlik az, hogy milyen buszokat fogunk tudni utazni. Vama.hu kapcsolódó cikkeinél, mintha csupa közlekedésmérnök, buszsofőr meg forgalomszervező vitatkozna mostanából a pécsi tesztbuszokról, úgyhogy az ő kívánságuknak engedve következzen egy pár technikai adat. Ez az Icarus V187-es csuklós busza, amelynek a hosszúsága 18,7 méter, a szélessége 2,5 méter, a magassága pedig 2,9 méter, azaz el fog férni a Zsolnai híd alatt, ami nemrég épült. Ami még érdekes benne az, hogy a saját tömege 15.400 kg, nem tudjuk, hogy súly alapján választanak-e buszokat Pécsre, de ez is fontos lehet. A motorjáról, a lökett térfogatáról és a sebességváltójáról a további adatokat pedig a bama.hu-n találják a tisztelt olvasók. Tökéletes, dinamikus, nagy nyomatéka rendelkezik, kényelmes vezetni. Most vettünk be egy derékszögű kanyart, hogy tűnik itt a hátsó részben, hogy bírja a kanyarokat a busz? Jobban, mint a régi buszok, az biztos. Hát 150 ember azért az nem kevés, és ha elfér ennyi, akkor kettes egy sűrű járat, de én szerintem megfelelő lenne. Jó, mert több négyüléses rész van, és jó, mert így a barátaimmal tudok beszélgetni. Ezt nem kell kitekerni a nyakamat, hogy tudjak hozzájuk beszélni. Régebbi jobb volt. Ez ilyen kajakra így feszélyeztetve érzem magam, mert itt ez a kamera, minek kell néznie. Egy kamera veszi az utasokat, ez szerinted probléma? Aha. Cenzúrázni kéne az arcokat. Szoktam használni, mert eléggé beletakar a kapaszkodó. Legalábbis nekem. Ez már a tolató kamerának a képe. Sokkal jobb lenne mondjuk egy kombinó. Az egy villamos, nem? Aha, de amúgy régebben volt villamos, miért nem lehetne visszahozni?